Egy perc jó tanács az IKR-től. A felkészítést mindig a gép alapos tisztításával kezdjük, amennyiben ez az előző szezon végén nem történt meg. A ferdefel hordó leszerelése után ellenőrizhető a láncok feszessége és állapota, az erősen elhasználódott, kinyúlt láncot cseréljük ki. A dobkosár kiszerelése után vizsgáljuk meg a dobot esetleges kopások és deformációk után kutatva. Amennyiben a géptípus kialakítása lehetővé teszi, vegyük ki a rázóasztalt is és alaposan tisztítsuk meg. Alaposan takarítsuk ki a szalmarázó ládákat is, ezzel megelőzhető a szalma torlódása és a ládák bedugulása. A meghajtó égszíjak megfelelő állapota elengedhetetlen a hibamentes aratáshoz. A téli pihenő idejére visszalazított szíjak állapotát ellenőrizzük. A repet, feslet szíjak már nem sokáig látják el feladatukat, ezért egyszerűbb szezon előtt cserélni. A meghajtó láncokat szintén szemrevételezzük, a kinyúlt lánc megnöveli a lánckerekek kopását, tehát gazdaságosabb cserélni, mint a végsőkig használni. A megfelelő feszesség beállítása itt fontos. A szezon folyamán se feledkezzünk meg a lánc kenéséről. A gyártó előírásainak megfelelően ellenőrizzük a motor, hidrosztatika, hidraulika és a hajtóművek olajszintjét, szükség esetén cseréljük le az olajat és a szűrőket. Kizárólag a gyártó által előírt minőségű kenőanyagot használjuk. Próbáljuk ki a gép valamennyi elektromos funkcióját. A szezon előtti teljes átvizsgálást az IKR szerviz technikusai is készséggel elvégzik, ha a termelőnek nincs rá kapacitása vagy szakértelme. Amennyiben az átvizsgálás eredményeként cserére szoruló, esetleg pótlást igénylő alkatrészeket találunk gépünkön, az IKR ZRT alkatrész üzletága áll partnereink rendelkezésére, és minden igényt kielégít.